Sok szeretettel köszöntelek benneteket is, akik nézitek majd a közvetítést. És akkor belecsapunk. János 2. Nagyon szeretem. Elkezdtetem? Képzeld. Nem haladunk gyorsan, de nem baj. Nem haladunk gyorsan, viszont lassan se. Lassan se. Harmadnapon mennyegző lett a Galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghivatott az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. Ezt csak nem akarok itt megállni, de mégis. Minden mennyegző sikerének az egyik kulcsa, a legnagyobb kulcsa, hogy meghivatott Jézus az ő tanítványaival a mennyegzőbe. Tehát itt indulnak a jó házasságok, mindegy. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondta neki, nincs boruk. Mondta neki Jézus, mi dolgunk nekünk ezzel, ó asszony? Nem jött még el az órám, az én órám. Mondta az ő anyja a szolgáknak, valamit mond nektek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métrét a fért. Mondta neki Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték azokat színig. Mondta nekik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. Amint pedig megízlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudta honnan van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítették. Szólította a násznagy a vőlegényt, és mondta neki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alávalót. De a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a Galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és a tanítványai hittek ő benne. Nagyon, nagyon tetszik ez a rész. Nem tudom ki, hogy van a borral, én nagyon szeretem a bort, ha nekinek ez probléma, akkor ne haragudjon. De ez egy óriási dolog, tudom, hogy nem erről szól csak a történet, de képzeljétek el, ez a múltkor, amikor, a múlt kedden, amikor itt az Úr előtt voltunk nagyon, akkor annyira megelevenedett, soha nem gondolkodtam ezen, ez a 6 kőveder, ez a métrét az 40 liter állítólag, 2-3 métrét az 80-120 liter, tehát mondjuk vegyünk 100 liter, tehát körülbelül egy 600 liter bort csináltott Jézus 7 perc alatt. Most ha valószínű, a násznagy azt hitte, hogy a rossz borral kezdtek, de biztos, hogy nem a rossz borral kezdtek. Tehát elég nagy lagzi lehetett, hogy nem tudom mennyire voltak közeli ismerősök a tanítványok, minden, de sokan lehettek. Vagy a bor volt nagyon jó, az eredeti, tehát még nem a Jézus boráról beszélek, vagy nagyon sokan voltak, de az a bor elfogyott. Tehát ez is hát elég kellemetlen, tehát nem úgy szoktak készülni ilyen helyeken. Közel-Keleten se. Egyébként sehol nem úgy készülnek, hogy ne legyen elég bor. Na most mégis elfogyott a bor, tehát valószínűleg nem volt olyan rossz. Nem volt olyan rossz, és ugye a násznak csak az arra gondolt, hogy annyira jó ez az új bor, hogy az biztos a rossz bort adta fel. De most, hogyha piaci értéken nézzük, valószínűleg nem egy ilyen 1000 forintos bor volt az se, amit akkor ittak. Legyen mondjuk 3000 forint per liter, oké. De a Jézus bora azt mondja, te a jó bort ekkora tartottad. Ezt vegyük, ha 7000 forintnál már kezdődnek a prémium kategória, annak az alja, az mondjuk 10000 egy liter. Most ha így nézzük, az akkor 6 millió forint, ha forintba számoljuk. De vannak a 25000 forintos palackárok, amik nagyon-nagyon jók állítólag, borászok mondták, hogy készül, az a 30000 per liter, akkor az már 18 millió forint. Nem erre akarom kiegyezni, csak hogy mennyire bőkező az úr, elmegy egy lagziba, és egy ilyen, vegyük csak a 6 milliost, annyit biztos ért. Ha 200 litert megittak még utána, az is nagyon gonosz dolog, mert már részegek voltak, mert azt mondja, amikor megittasodtak, akkor az alávalót, te a jó bort ekkora tartottad. Tehát ez is, és ezt összekapcsolja azzal, hogy Jézus megmutatta az ő dicsőségét. Részeg embereknek bort adott. Most ezt ha nagyon ilyen kockán nézzük, akkor ez micsoda dolog most Jézus pártolja? Nem pártolja. De ott azt a szükséget maximálisan betöltötte. Nem ítélgetve a vélekedéseket, mindegy. Szóval adott nekik egy nagyon jó bort. De, ami a legnagyobb ebbe, hogy még az elején. Mondhatom tovább, hogy... Ha mondja, nagyon jó, hagyom. Tehát azért, azt mondja, elfogy már, Jézus anyja mondta neki, nincs boruk. És mit mondott? Nem azt mondta, ó, segítsünk nekik, nem ezzel kezdett. Azt mondja, hogy mi dolgunk nekünk ezzel, ó asszony, nem jött még el az én órám. Tehát az összes ilyen helyen, a másik helyen, amikor a tanítványok mondják, hogy te nem jössz fel az ünnepre, nem, az én időm még nem jött el, a ti időtök mindig készen van, és menjetek ti fel.
Tehát mindig ott volt, hogy lesz egy ünnep, amikor fel kell mennem. A vége, a megváltás. Tehát arra készült, ez a bor, az új szövetség vére, tehát nem jött még el az én órám. Tehát az mindig fontosabbal kezdett, a szellemivel kezdett, a fizika is csodálatos, óriási csoda, meg mindenki boldog volt, biztos vagyok benne, de mindig oda tette az elejére, hogy mi a legfontosabb. A Kánaanita asszonynál is, amikor mondta, először látszólag elküldte, hogy nem. Elmondta, hogy tényleg ő az övéi közé jött először, és most nem a pogányok ideje van még. És aztán utána mégiscsak meg lett. Tehát meg volt az eredeti terv, és meg volt az, hogy ő mindenkinek az ura, mindenkinek az Isten, mindenkit nagyon szeret. És itt is egy látszólag ilyen necces helyzetben, amikor már megittasodtak, akkor ő besegített egy olyannal, amitől még inkább megittasodtak, mert valószínűleg nagyon ízlett neki. És nem ezt nézte, hanem azt, hogy mindegy, szóval mindenből olyat hozott ki, és olyan bőségesen, tehát hogy a Gyula itt mondottam múltkor, hogy egy folyó se, meg a lombkorona se gondolkodik, hogy még mennyit bír el, hanem nő, hogy annyit ad, mint a magvető, hogy nem tudunk vele mit csinálni igazán. Tehát bőségesen, és de mindig először ott volt a legfontosabb dolog. Amikor mondta, hogy az úton senkit ne köszöntsetek, ez nem az az üzenet ebből, amikor szolgálni mentek, hogy legyetek bunkók, hanem az legyen, egyenesen előre nézzetek, mondja már Ézsaiás, ne jobbra-balra ne nézelődjetek, egyenesen előre menjetek. Az legyen a legfontosabb. És azon belül, ennek az oldalvizén, meg olyan csodák történtek, de mindig az volt a legfontosabb. Mindig az, hogy ezeket az embereket most azért jöttem, hogy megváltsam őket. És ez mindig oda volt téve. És erre ez nem véletlenül vannak leírva ezek a kis apróságok benne. Átadom a szót csak ezt. De várj, akkor most ezzel azt mondod, hogy igazából, amikor azt mondja, hogy megmutatta az ő dicsőségét, akkor egyrészt abban mutatta meg a dicsőségét, hogy azért átváltoztatta a vizet borrá, azért az nem kicsit trükk. Tehát azért az csoda volt. Igen. Másrészt abban mutatta meg a dicsőségét, hogy ilyen sokat adott. És ezzel az Istennek a mérhetetlen bőkezűségét? Vagy? Hát én szerintem ez nagyon benne van, hogy feljebb, mint ahogy kérnénk, vagy elgondolnánk. Tehát mindenhol, ahol, én legalábbis ezt látom, még az Illés is, amikor meg akarta mutatni, hogy az a tűz az Úrtól hogy jön le, a maximálisan túl biztosította, hogy nehogy valami szikrára vagy valami erős napsütésre gondoljanak, hogy azt a 3x4 vödör vizet, hogy már megtelt a minden, már csurom víz volt minden, amikor nem gyullad meg semmi. Ugyanúgy, ahogy Ábrahámnál is, amikor már teljesen az volt, hogy ez az ígéret gyermek, ez az Izsák, ez már nem. Még előtte, még az Izmael, ez még oké, akkor még működött, még várunk egy kicsit, amikor már teljesen kaput, és akkor oda tette. De bőségesen. És utána is még, Ábrahámnak utána még születtek gyerekei, tehát az nem is lett, nem az Izsákra korlátozódott. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha pazarolna az Úr, mint a magvetőnél is, hogy egy föld az, ami terem, a másik három az meg gyakorlatilag olyan, hogy vagy. De egy, ami biztos, viszont ő négyszeresen túlbiztosította. Mert ugye a halaknál is, amikor halfogás volt, igen, ott is annyi halat fogtak, hogy nem tudták kihúzni. Igen. Tehát oda kellett hívni még egy hajót, hát lehetett volna, hogy vagytok itt 10, akkor legyen 20 hal, és akkor mindenkinek van. Itt nem, valami 600 valamennyi hal volt. Igen. Tehát ön nagyon-nagyon sok egy hal volt. Egy dolog volt kiszámolva, szembe jutott olyan jót, amikor az adózásról volt szó, akkor pont annyi volt csak, ami Péternek. Fölösleges dolgokra nem feltétlenül adott. Ez nem azt jelenti, persze, hogy mindenki oda teszi, ahol akarja. De ilyenkor, amikor az ő természete megnyilvánult, az mindig több volt. Az soha nem csak annyi volt. Ott is, amikor az asszonynál, hogy nem fogy el a korsó belé olaj, meg hogy igen, hozzál edényeket, de ne keveset. Igen. És amíg volt edény, jött az olaj. Amikor nem volt edény, nem. Ebben is rengeteg üzenet van, de nem az Úrnál fogyott el a készlet. Tehát ott nem fogy el a készlet soha, és... Szóval leszögezhetjük talán annyit, hogy Jézus sem nem antialkoholista ebben a helyzetben, ugye, nem a részegséget. Igen. De azt mondják, hogy a részegeseknek is a nagy étkős részeges. Az egyik legnagyobb a bűnösök barátja, ugye ezt mondták róla. De nem az antialkoholista ligának a küldöttje volt itt ebben a helyzetben,
És rá azt meg mindenképpen mondhatunk, hogy Szűk Markúnak kevéssé levezhető. Igen. Tehát, hogy mérték nélkül adja, és nem csak a szent lelkét, hanem minden áldását, ami engem is arra ösztönöz, hogy hát merjünk ettől a csodálatos atyától, ettől a csodálatos Jézustól nagyba gondolkodva kérni, hát hogyha ezeknek a részeges galileai felieknek a lakzira így oda tette. És egyet még, itt amikor mondta, hogy a Nászne nem tudta, hogy honnan van, de a szolgák tudták. Azt mondja, hogy ezeknek jelentetted ki magad a kicsinek, meg a kisdedeknek, nem a nagy, most jó vagy Nász nagy, az feljebb van, mondjuk egy esküvőn, mint akik ott hordják a kaját. Tehát ebben is csak egy apróság, hogy igen. Nekem még egy dolog szöget ütött, az idő. Igen. Hogy egyrészt mondja az elején, hogy harmadnapon mennyegző lett. Ugye, ugye az angyalok jöttek, mentek a tanítványokra, és a harmadik napon lett a mennyegző, és utána jön a hoppa. Mária, és mondja, hogy hoppa, gyerünk, csináljunk valamit, mert elfogyott a boruk. Igen. Válsághelyzet van, igen. Intézkedni kellene. És erre Jézusnak az volt a válasz, hogy nem jött még el az órám. Tehát, hogy nyugi. Tehát, hogy az ő időzítése, az, hogy ő mikor cselekszik, az nem az motiválja, hogy éppen mi a szükség. Ő jobban tudja, mi a szükség és mikor. Igen, szóval őnála vannak ezek a dolgok elhelyezve valahogy, és ez nem azt jelentette, hogy ő nem látta a szükséget, hanem másabb volt az ő időzítése, mint az emberi időzítés. Hát ez ugye nem derül ki világosan, hogy mi volt az időzítés, mert utána azért megcsinálta. Szólt neki az atya, hogy változott. Igen, hogy az anyja ösztönzésére nem cselekedett, de az apjának az ösztönzésére már megcsinálta. Melyik a jobb, aki azt mondja, hogy nem megy el, és közben elmegy? Paci, te kormányról csak jelentkezett. Ez nem lehetséges, hogy a muszáj nem tudom. Az esküvő, az a Kánán esküvője volt, mert róla írja az ide, hogy Kánánból volt. Hát nem lehetséges, de... Ezt nem írja. Azt nem írja. Nem írja, azt se tudjuk, hogy milyen családi állapotban találta Jézus őt a fügafa alatt, de... Nem tudom. Nem tudom. Szabad egy gondolatot? Tetszett ez, hogy anyára nem hallgatott, de az apjára igen. Szóval tulajdonképpen Jézus ezt a titka, ami azt mondta, hogy az atya, aki bennem él, ő cselekszi ezeket a dolgokat. Tehát ennyire egyek voltak az atyák. Igen. Ennyire egyek voltak. És hát ez két szeméről szól. És én hiszem azt, hogy Jézus bennünk is ennyire közel van valóságosan, hogy ő cselekedni akar. Sőt, azt mondja nekünk, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát azon a szinten, ahol nélkül cselekszünk, az ahol cselekedtek. Tehát akár még a legjobb cselekedetek is ahol cselekedtek ilyen szempontból. Tehát nekem ez üzenet az, ami most itt nem kiemelkedik. Így. A másik az, hogy tudtak ők élni. Tehát vallásos hívő embernek nagyon sokszor van, hogy megvan a kötöző, hogy ezt tetted, azt tetted. Buli volt. Tehát ott egy esküvő volt, ott buli volt, és az úgy volt, ahogy kellett lenni lenni. Tehát nem kellene semmi sem furcsákodni. Az a furcsa, hogyha nem így van tulajdonképpen, de tudtak élni. Atko? Gyulus. Gyulus. Néztem én is most egy-két fordítást, meg ezek mind jöttek nekem is, amiről ti beszéltetek. Most azon is gondolkoztam, hogy ugye azt mondja, hogy itt rögtön az elején, hogy ugye nincs több bor. Kicsit az is jött, hogy az Ó meg az Új Szövetség közötti válaszvonal. Tehát rengeteg szellemi üzenet van, azt gondolom, ebbe is, mint sok mindenben. Rengeteg síkja van az atya üzenetének. És hát nyilvánvalóan itt elkezdtek valamit, és hát elfogyott minden üzenet, elfogyott minden bor. És pláne nem is volt.
hogyan nem volt mondjuk kijelentés sokáig az Ószövetségbe, és kellett egy új bor, kellett a bor igazából, amire vártak, és akkor jöttek rá, hogy az addigi bor, amin bulisztunk, az nem is volt bor igazából. És ez a részegség kellett nekünk, és ez kell nekünk. Ezek mindig most jöttek, és az egyik fordításban nagyon érdekes, hogy ugye mondja ugyan Jézus, hogy ugye nem jött el az én időm, amit teljes mértékben ugye arra utal, mindenhol ő időben van. Ez megint csak, amiért imádkoztál, ez meg kell, hogy nyugtasson minket, hogy ahogyan eljött pünkös, de ahogyan eljött bármi, eljött mindegyik tavaszi ünnep, el fognak jönni az őszi ünnepek is. És meg fog történni minden, és ezért nekünk csak azt kell eltalálni, hogy mikor mit cselekedjünk abba az időbe, és Jézus is teljesen nyugodt volt, és azzal mutatjuk meg igazából az igazi hitünket, hogy nyugodtak vagyunk, és hátradőlünk, és akkor cselekszünk a békéből, amikor, és ez látszódott itt is Jézuson, hogy teljesen nyugodt volt, hogy elmondta, hogy hát akármi van, akármennyire áll a feje tetején a buli, akármennyire is történik valami, még nem az én időm. Az egyik fordításban ráadásul is azt írja, ami nagyon érdekes, hogy ez a szenvedélyfordítás angolból, és azt írja, hogy ugye itt azt írja eredetiben, hogy ugye ez mit tesz neked asszony, hogy ugye te még nem jött el az időm, és itt meg azt írja, hogy olyan, mintha te tudta, hogy eljön az ideje, és azt mondja itt, hogy ez nem változtat meg semmit sem a te életed szempontjából, az enyémből viszont igen, az én életemre nézve. Tehát ezt írja az egyik fordítás, hogyha én ezt meglépem, azt mondja, azt, hogy mit számít ez neked nem fog megváltoztatni semmit sem számomra, viszont minden. Ja, mert ugye elkezdi. Így van. Tehát nagyon jól tudta ő is. Ezt meglépi onnantól? Így van, hogy ez ami azt jelenti, hogy Mária végig tudta, hogy ő Krisztus. Ez hatalmas dolog. Tehát ez a kijelentés, hogy számodra nem fog ez megváltoztatni. Eleve azért is kérdezte tőle, mert ő tudta, hogy ő a Krisztus. Hogy figyelj már, csinálj már valamit. De ugye, ahogyan el kellett jönnie bemerítő Jánosnak is előtte, még Krisztus előtt, el kellett jönni az ide, hamarabb nem jöhetett Jézus se, tehát meg volt a rendelt ideje és helye. És ennek is ugyanúgy meg volt a rendelt helye és ideje, hogy nem akár mikor, viszont be fog következni, ne fussunk elé, te tudod, ahogyan bemerítő János is tudta, de meg kellett jönni az időnek. A másik, ami még itt nekem ugye, hogy ez ceremoniális mosakodásra volt ez, tehát csak mosakodásra. A mosakodást, ahogyan kimosakodunk dolgokból, azt mindig meg kell tegyük. Nekünk abba kell hagyni a kimosakodást. Mindig mosakszunk, mindig szabadkozunk. És ugye mit ezeknek ezeket töltötték meg vízzel, amelyik sose volt jó örök mosdásra. Azt várták, állandóan meg kellett mosakodni újra és újra. De egy örök érvényű borral, ami a vért jelképezi, töltődött meg. Az összes edény. Ugye az óbor, újbor, az ott van az igében, igen. Meg az Efézusi levélben, az 5. fejezetben van, hogy ne részeigedjetek meg a bortól, mert abban kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel. Így van. Tehát ezek nagyon érdekes képek, amik ugyan, vagy nem ugyanerre, vagy legalábbis hasonló dolgokra vonatkoznak, vagy hát kapcsolódhatnak esetleg ehhez. Hogy a régi bor, igen. Az már nem úgy működik, így van. Amit mondtál is, hogy az új bor az viszont a Szent Szellemmel való megittasodás, és hát itt Jézus ezt megtette, és nem az történt, hogy tajrészegen ott pokáltak a tanítványok is, és mindenki, hanem az lett ennek az eredménye, hogy megmutatta a dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványait. Tehát itt nem egy féktelen, burjázó buli lett ebből, ahol kicsapongásba torkollott, hanem az a bor, amit Jézus adott nekik, az abban benne volt az ő dicsősége, és azt eredményezte, hogy hittek ő benne a tanítványai. Igen. Hó. És hát számomra tényleg az, hogy hát a megtisztulási edényekben, ezekben, azokban, amiben előtte csak víz volt, és állandóan újra és újra kell. Abba számomra azt mutatja, hogy az ő borát, az ő vérét töltötte bele, amelyikből sose kell, és így megmutatta a dicsőségét. Ami meg még érdekes, hogy ugye itt főszolgálónak, násznagynak, ugye annak hívja, ugye, aki ott van, és az egész procedúráról ő tud.
Igaz, hogy hogy kell működni egy lakodalomnak, egy esküvőnek, igaz? Mint egy főpapnak, egy földinek. Igen. Akik igazából mind tudtak minden részletről, de ott mégse látták meg, vagy meglátták és eltitkolták. Tehát ennek tudnia kellett volna róla, de annyira el voltak veszve sokszor, sőt többnyire ugye a tradíciókba, a különböző szertartásokba, hogyha oda bekerült az élő Isten, akkor hát, a gépezetben egy kis szorulás történt, és többnyire föl se ismerték csak úgy, hogy hát ez nincs a rendszerben, mert annyit ismételgették a vallásos cselekedeteiket, mondjuk egy ilyen, mire utal szerintem egy ilyen lakodalomnak a lebonyolítását, hogy hát ez így nem normális. Tehát most hogy jöhetett ez is, kit hív oda? Szerintem az is egy képletes dolog, a vőlegényt. A vőlegény kérdezi meg, hogy honnan jött a bor. És akkor kik tudtak róla? A ceremóniamester nem tudott semmiről, akinek tudnia kell az egész rendszert, mint egy főpap, vagy a rabbik. És ellenben meg a szolgálók, azok tudták a forrását. Úgy, ahogy mi is tudjuk a forrását. Akinek élő kapcsolata van a forrással, az mindig ki fogja akasztani a vallásos ceremóniamestereket. Akkor is, amikor mi tudjuk, azok sokáig nem fogják tudni. De Jézus adta mindenkinek, persze. Tehát a násznagy is ivott belőle, és azt mondta, hogy hoppá. De hát a vőlegényt kellett megkérdezni, aki igen, szintén egy, igen, szerintem igen, egy igen, képletes dolog is volt. Tehát Jézus megkérdezi valaki vőlegényt, akkor az el fogja neki mondani, jótól kérdezte. Gondoltam engedtek. Igen, annyira csodálom az urat azt, hogy ilyen jó kedvel mutatkozott be. Tehát hogy finom bort adott. Ez első csodája ez volt neki. Tehát az is valószínűleg öröm. Igen. Tehát ez, mi meg isszuk az ecetet sokszor. Reméljük, hogy nem. Tehát nagy különbség van e között, hogy az óbor, hogy hallgatom a elmúlt adásokat és felvételeket is, és hogy itt mondja a János Evangélium, hogy a törvény Mózes által adott. Nem jó bort adott, nem olyan volt, ami megvidámítja az ember szívét, és elfelejtette a gondjainkat, bajait, bármit. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát az Úr így mutatkozott be. Ez fontos. Tehát, bár az a bor is, vagy a törvénynek a bora is olyan volt, hogy jobb volt, mint hogyha a szárasság lett. Hát igen. Ma beszélj is az írás, hogy ha az elvesző dicsőséges, tehát igen, a törvény, ami elvesző, meg minket is elveszi. A törvény jó hiszen. Mennyivel inkább az igazság, ami nem is lehet elmondani, hogy mennyire dicsőséges. De szóval én csak ezt mondom, hogy így mutatkozott be, tehát mi érezzük, hogy kicsoda az Úr, tehát hogy Isten kicsoda. Isten, jó fej. Így jön közénk, hogy öröm van. Hát öröm van. Hát egy lakodalomban öröm van igazából. Tehát most a leitasodás mértékét most nem fogjuk itt leszondázni, de az a lényeg, hogy öröm van egy lakziban, igaz? Igen. És erre az örömre még ő rátett. Igen. Nem egy lapátán többen. Igen. Ezt láttam, hogy nekünk is örülni kell Krisztusban. Hát nem kell, tehát, hanem az, hogy minden okunk megvan rá az ő jelenlétében örülni. Ehhez képest engem mindig az idegesített föl, meg én azért utáltam a templomokat, mert egyrészt ez a tömjén füst volt, és engem zavart. Meg a szomorkodtak, és a jajgató vénasszonyokat hallottam, és mondom, hogy hát ha az Isten ilyen, hát én oda nem szeretnék menni. Ugye én egy materialista gyerek voltam, és amikor mentek a Dubovszkijék a foci helyett a templomba, mentem egyszer, én is valahogy oda keveredtem, hogy megnézem, hogy mit csinál a helyet, hogy focizni jönne velem gyerekkoromban, és hát éreztem, hogy büdös van, és kántálnak, és nyávognak, és jajgatnak, ilyen fekete izében az öregasszonyok, hát úgy oldottam, hogy hát én vagyok a jó fej, hogy elmegyek inkább focizni. Hallottam, hogy mondtad, az Úr az így, tényleg így olyan, mint hogyha azt mondta volna, amikor régen beolvasták ugye az első sorokat a zsinagógában, hogy mi lesz ezután, milyen igeversek jönnek, mint hogyha ez lett volna neki a belépője, hogy erre számíthattok velem kapcsolatban. Ja. Erre számíthattok. Igen. És ezt még mindig várat magára, hogy áttörje ezt az egészet, holott azt gondolom nem jó evangéliumot hallgatunk, hogyha nem öröm, boldogság és béke. Ez az. Akkor és van, szeretet. És szeretet. Igen. Akkor ugye ez volt a nyitánya. Ez volt a nyitány. Igen. És utána csak erről próbált beszélni, és állandóan futott utána a törvény, az óbor,
a rendszer, hogy valahogy iktassuk már ki, mert akkor okafogyottá válik a mi funkciónk. Hát igen, megy ez az ember, ott a vízből bort csinál, halottakat feltámasztja, halottas menetből feltámadás ünnepet csinál, megy ez az ember és 5000 embernek enni ad, leprásokat tisztítja, leprásokat gyógyítja, aki csak hozzáér, mindenki meggyógyul, és akkor jöttek a farizeusok, és hol van a rend? Hol van a fegyelem? Hol van az Istennek a tisztelete? Hol van a izé? És Jézus meg a tömeg ment utána, hogy hát a gyerekek, hát izé, tegyük királyá. Hát ő az, hát igen. De mennyire, igen, ez a nyitány, ez tényleg jó, igen, ez a nyitány. Igen. Igen. Ez a nyitány. Immanuel, velünk az Isten, hát azért jött. Így van. Hogy békesség a földön az embereknek. Így van. Dicsőség a magasságban az Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. És jött, és aki csak hozzájött, azt mind meggyógyította. Aki csak jött, az mind, mindenkit megszabadította, aki az ördög hatalmak, de abcsak 10-38. Hát ez a Jézus, így mutatkozik, tényleg ez a nyitás. Igen. Fantasztikus. És olyan jó. Csodálatos számomra ez az egész, hogy így... De nem tudok mit mondani, csak nagyon jól érzem magam, de akkor mondok valami. Hogy ez azért nem egy szabályos csoda volt, úgymond. Szóval, hogyha most... Szabályos csoda? Vagy mondhatjuk úgy is, hogy akár a karizmatikus mozgalomhoz mérve, ez egy ilyen... Ez nem egy szabályos csoda. És elképesztő, hogy az Úr igen így mutatkozott be. És azt írja, hogy ebben nyilvánította ki az ő dicsőségét, és a tanítványai pedig hittek benne. Ja. És az Úr valóban a csodák. Az Úr jókedvének az esztendeit. Igen, és sokszor szoktam én ezt hallani, hogyha az Úr csodát tesz, akkor annak kell, hogy legyen valami célja, vagy valami praktikus alkalmazása, vagy én nem tudom mi. Ugye mondhatjuk, hogy például, hogyha egy beteg meggyógyul, az szabályos csoda, mert annak van célja, valami praktikus, nem tudom, alkalmazhatósága, de hogy az Úr az nem ilyen. Az Úr egyszerűen van, hogy csak azért tesz csodát, hogy csodálkozzunk. Meg is van írva. Igen. Így van. Azért tesz csodát, hogy csodálkozzunk, és hogy kinyilvánítsa a és hogy higgyünk ő benne. Igen. És az ott is, hát ugye nem tudták, csak a szolgák tudták, de biztos vagyok benne, hogy ők csodálkoztak, és hittek. Igen. És az Úr ebben kinyilvánította a dicsőségét, és elképesztő, hogy annyiféle módon ki tudja nyilvánítani az Úr a dicsőségét. És a másik, ez az öröm. Ugye van a, nem tudom, hol írja az Ige Valmik Zsoltárban, hogy teljes öröm van te nálad. Igen, te jobbodon gyönyörűség. És elképesztő. Az Úr nagyon jó. Egy gondolatot én a 5. versben, itt ma olvastam a János 2-t, itt azt kapott meg az egyszerű fordítást, amikor már túllév voltunk, vagyunk, az anya pedig így szólt a szolgákhoz, tegyetek meg mindent, amit Jézus mond. És ezzel úgy nem is tudtam tovább menni, mentem, végigolvastam, de ez valahogy úgy megmaradt bennem, hogy amikor az Úr valamit megmutat, ne arra nézek, hogy ez nekem nincs hitem, ez már olyan nagy dolog, olyan bármiről van szó, amit a Szent Szellem mutat meg, hogy ez az, amit meg kell lépni, akkor azt mondja az Úr, hogy ez kell, hogy ott legyen, amit ő mutathat, tudom, bizonyosságom van arról, hogy ezt az Úr mondta, akkor tegyem meg, lépjen meg azt a lépést, mert nem én fogok, nem az én erőmből, nem az én hitemből, hanem ő fog cselekedni, mert ő jelentettek ki itt, nagyon tetszik nekem, amikor azt mondja, hogy tegyetek meg mindent, amit Jézus mond. Amen. Ez az életünk minden területén, ez nem egy elvont teológia, ez egy olyan világos, egyszerű ember, aki azzal van, hogy olvassa az Isten igéjét, és hogy Uram, mi a te üzeneted, mi az, amit mondani akarsz, egyértelműen olyan világosan azt mondja, hogy
tegyetek meg mindent, amit Jézus mond. Annyi sok minden van előttünk, hétközben ki milyen területen jár, de egyszerűen itt én nekem azt mondja az Úr is nekünk, igen, hogy mindent tegyetek meg, amit ő mond. Ne arra nézek, hogy milyen a körülmény, hogy mit fognak az emberek szólni, vagy hogyan fog ez ebből, milyen kimenekedés lesz, hanem azt mondja, hogy a szolgákra ráparancsol, hogy amit Jézus mond, azt mindent tegyetek meg. Ez csodálatos, épp az egyik alkalommal a Emil mondja, mert a feleségem az Emilnek elmondott egy bizonyságot, hogy ment a piacon, és egy nagy darab kigyúrt emberke jön vele szembe, és egy nagy kereszt volt a nyakában ennek a fiatal embernek, de a kereszten nem áll. A kereszten... Csinált Józsi bácsi, táncol nyugodtan, hát ahogy jól esik, hát csinálsz. A kereszt súlyától nem bírtál fölállni most. Ott volt Jézus is még. És a feleségem megállt előtte, ó, drága fiatalember, olyan jó, tényleg nagyon jó, hogy ilyen hite van, hogy a keresztet hordja, de higgye el, hogy az a személy már nincs a kereszten. Jézus feltámad, és Jézus él. Elhúzta a száját, nevet, és jaj, boldog, olyan örömmel a nénikét megpastokolta, Ebből is kihozta, és akkor ugyanúgy nézem, hogy olyan természetesen, de az Úr indította, és nem jött zavarba a Juliska, hogy most az a nagy drába, és nem az lett, hogy jó, kigúnyolja, hanem tényleg az nagy örömet okozott neki, hogy ez a változás, hogy él és itt van bennem, és ha hisz magában is ott van. Jézus Krisztus. De itt, ami úgy fönnakadt, mondom bennem, hogy tegyetek meg mindent, amit Jézus mond. Ez az a belső bizonyosság, hogy ha bennem van, bennünk van egy-egy dologgal kapcsolatban, azt mondja az Úr, ahol valami kreatívat kell lépni, azt mondja, tegyétek meg, mert én leszek veletek, nem a ti erőtökből, hanem én fogom azt megtenni. Hát oda jön egy vendég a Lagziban. És tényleg csak egy vendég. Ráadásul a vendégnek az anyja. És azt mondja a szolgáknak, hogy figyeljetek ő rá, se nem vőfé, se nem násznagy, se nem izése, sem egy vendég, és amit mond, azt csináljátok. Hát nem lehetett volna azt mondani, hogy hát ki vagy te, hogy mondod ezeket a dolgokat? Asszony létedre. És valahogy mindenki mégis beállt ebbe a dologba, mert az atyának azért ez volt az akarata, hogy ezt a, én oda kanyarodnék azért vissza, hogy Jézusnak ezt a belépőjét, ezt a nagy örömmel való belépőjét, az első csodáját, hogy ez így történjen. És mindenki beállt, tehát a szolga, a násznagy, a vőlegény, mindenki beállt abba, hogy megtörténjen az, hogy... Nagy belépő, mint a színházban. Mikor megjön a főhős, és szól minden zenekar, és óriási nagy a minden, és akkor belépő, és ott van 18 millió, vagy 12 millió, vagy mit tudom én, óriási nagy ajándék, és olyan bort kapnak, amitől nem rúgnak be, hanem mégis minden tökéletes, és mindenki látja Isten dicsőségét benne. Ráadásul, ahogy mondod, még az is jött nekem hirtelen, hogy addig 400 évig állítólag ugye nem szólt hozzájuk Isten semmilyen prófétán keresztül. És hát most meg tulajdonképpen Istent meghallották, és cselekedtek is neki szolgák. Ja, érdekes. Sokan. Már ahogy a Jézus már kereszt előtt mondta, hogy az, hogy itt van a mennyország közöttetek, tehát akkor már elkezdett áradni. És egyszerű szolgák meghallották, és kicselekedték az Atya akaratát. Amit addig évszázadokig nem volt semmi. Hát egy sűrű lehetett ott a légkör. Egy gondolatot elengedtek még Máriával kapcsolatosan. Én nekem nagyon-nagyon az igében nagyon, nagyon megfogott és nagyon tetszik az, hogy amikor az angyal, most már visszaugrunk egy kicsit a sztoriba, angyal mondja neki, hogy viselős leszel, fogalsz a te méhedbe, mert az Istennek a szelleme árnyékon be tégedet. És mit mond Mária? Legyen nékem a te beszéded szerint. Na most
ez egy olyan kijelentés Mária részéről a szívébe, egy kis fiatalány volt. És nyilvánvalóan attól a perctől kezdve úgy gondolt magára, mint a kiviselős. Nem érzett semmit, mert a gyerek az már csak harmadik hónap, amikor szokott megmozdulni. De ő attól a perctől kezdve úgy volt magával, hogy ő az Istennek a magzatját hordja a mélyébe. Ez egy nagyon nagyszerű dolog. Tehát, amikor hát én, és hordta is, és hát azért csak tudta, hogy ez nem egy ízért pattanás lett ott, vagy igen, de így is gondolta. Tehát ez egy olyan nagyszerű dolog, amikor mi befogadjuk az igét, ma szívünk be, és azt mondom, legyen nékem a te beszéled szerint. Ha. Legyen nékem. Ha. És Jézus így fogadott. És tudjuk azt, hogy ugyanúgy megvagyunk az ige által termékenyezve. Így van, ezt akartam mondani, hogy Jézus így fogadtuk be a szívünkbe. Igen. Így fogadtuk be, és nől bennünk az új ember. Igen. Nől bennünk. És igen, elhatalmasodik. Amikor beszéltetek ti az Efézus levélben, hogy azt mondja, hogy a belső emberetek elhatalmasodjon. Igen. Ember elhatalmasodik. Hatalomra jut, tehát nem, bennem jut hatalomra, hogy már bennem ő él, nem a régi én nem él. Vannak ilyen átfedések, igen, sokszor tártad is. De nekem azt, hogy legyen nékem a te beszéled szerint. És amíg nem is érzi az ember, higgyük el, hogy Isten igen, komolyan gondolta. És két helyen nem volt onnantól igen, a pillanattól kezdve egyszer se. Egyszer se. Egy kérdésre volt, hogyan lehet ez? Igen. Jó, csak úgy nem, akkor legyen. Mert hát ő meg is kövezhették volna. Abszolút. Tehát ez nem olyan egyszerű volt, hogy most mi csodálatosan gondolunk rá, meg hát van a kultuszok is vele kapcsolatosan, most nem menjünk arra fele, de neki egy egyszerűs helyzete volt, mert hát ő egy mennyasszony volt, és mástól lett viselős. És hát ez a törvény szerint meg kellett volna halni neki. Ráadásul akkor meg azt mondja, hogy Isten tét azért a dolgok. De ez, én csak ide akartam érni, legyen nékem a te beszéded szerint, a bevállalása. Igen. Sokszor nagyon nehéz körülmények között is történik, de Isten igazolni fogja az ő szavát. Minden esetben. Lófej volt a Mária is. Jó. Még a Mária kultus se tudta elrontani. Nem. És akkor Mária. Vigyél ezt a szóldiak. Igen, jutott ezzel párhuzamosan eszembe, ezzel a történettel kapcsolatban, ami a lényegzőn történt. A Zsoltárok könyvében, a 145-ös Zsoltárban írja, hogy beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásokat meghallgatja és megsegíti őket. Ez történt. Számomra annyira csodálatos, hogy Jézus nem tudott elmenni úgy valahol, hogy ne keltsen feltűnést. És így az durva, hogy még úgy... Kiáltott, nem lármázott. Igen, hanem és még úgy is látszik, hogy így Jézus így próbált is így csendben így úgymond elbújni, vagy így nem feltűnést kelteni. Hagyjuk anyám. Igen, mondja, hogy elfogyja, hogy csinálj valamit. És azt mondja Jézus, hogy nem, hagyjuk, tudod, és így próbál így úgymond elvegyülni. És aztán meg az atya jön, és akkor szól hozzá, hogy na de akkor most. És annyira jó, és amúgy, igen, és annyira csodálatos, hogy hiszem, hogy Jézus ugyanezt teszi bennünk is, mert ő bennünk van. És én számtalanszor kerültem olyan helyzetbe, hogy úgy voltam, hogy hát most így kicsit úgy beülök így hátra, vagy elbújok, vagy nem csinálok semmi feltűnés, stb. És aztán az atya máshogy gondolta, és mindig feltűnést csinált, már jó értelemben. És elképesztő az Úr, hogy ő cselekszik, és nem mi csináljuk, hanem igazából ő csinálja bennünk és rajtunk keresztül. És nekünk igazából tényleg azt kell tenni, mint a szolgáknak, hogy amit ő mond, azt csak megtesszük. És elképesztő. És az Úr szereti a feltűnést. Erre szoktuk mondani, ma megint belekeveredtünk valamiben. Igen. Egy igen, még agymondjam, már nagyon eszembe jutott most. Róma 5.17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek. Most a kegyelem bősége meg a megigazulás ajándéka. Tehát ez a bor, ugye Jézus vére is nagyon vastagon benne van, mint üzenet, hogy mindenre elég, színig voltak telve, és a megtisztulós edényekbe végre egy olyan folyadék került, ami tényleg alkalmas arra, hogy lelkiismeret szerint tisztítsa meg az igen, odajárulókat, ugye? Igen. Tehát ahogy Jézus vére nem egy közönséges vér volt, nem az állatok vére,
hanem egyszeri áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket, mert azt mondja, hogy ha az előző áldozati vérek jók lettek volna erre, akkor nem kellett volna újra csinálni mindig. De kellett, azok mindig bűre emlékeztettek, ez viszont a kegyelem, ez a megigazulás. És ez a megigazulás, ez a bor, ez ajándék. Ezt Jézus ajándékba adta. Tehát ezért nem kellett megdolgozni senkinek azon a mennyegzőn. Ez ajándékba volt, nem egy közönséges bor volt, nem egy közönséges vér, és a kegyelem bősége, mindenre elég ez a vér, és ajándék. A vizet még bele kellett tölteni, az a bor meg. Igen. Álfátózat. Igen. Amen. Neki többet harmadszor? Menjünk tovább. Aztán lement Kapernaumba ő is, az ő anyja és a testvérei, tanítványai, és ott maradtak néhány napig. Ennél most nem állunk meg. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ültek. És kötélből ostort csinálva kiűzte minnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte. És a galambárosoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Feleltek azért a zsidók, és mondták neki, micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed. Nem teszed hozzá egy ezt a választ? Mit? A választ. Ja, de... Mondjad már. De... Igen, hát azt mondottam, hogy felállt Jézus és mondta neki. Roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mindegyik, olvasok még egy kicsit. Mondták azért a zsidók, 46 évig épült, esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadta a halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Végigolvasom. Amint pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látva az ő jeleit, amelyeket cselekedett. Ez a kedvencem, ami most jön. Maga azonban Jézus nem bízta magát rájuk, amiatt, hogy ismerte minnyájukat, és mivel hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi lakozik az emberben. Ez annyira jó, hogy folyton jót csinált, pedig tudta, hogy mi van. Tudta a Júdás, tudta az összeset. Mindenki tudott, hogy mit gondol XY, és nem befolyásolta negatívan, hogy na, akkor neked ne. Nem. Ez annyira jó. Amint... Bocsánat, milyen gondolat így? Mi lakodik az emberben? Tehát azt tudjuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy test és vér közösségbe lépett velünk. Tehát ő a bűntestébe jött el. Amikor azt mondja, hogy tudta, hogy mi lakodik az emberben, akkor magára gondolt. Mert a Róma írja, hogy károsztatta a bűnt a testben. Tehát a hajlan, tehát ők nem úgy volt, hogy nem volt kísérthető, már nem lett volna kísérthető, és hát nem is kísérthette volna. Tehát volt rá lehetősége Jézusnak elbukni, mert a bűntestébe jött el. És ebbe a testbe károsztatta a bűnt. Ebbe a testbe. Tehát ő nem egy olyan testbe jött el, ami fölvette a mi testünket. Tehát Máriától örökölte. Örökölte azt, ami Dávidban volt, örökölte azt, ami a Ráhelben volt, meg örökölte még minden, még egész Ádámig. Igen. Örökölt minden. Igen. Ez egy fontos dolog. Ja, persze. Ez alapvető dolog. Lehet, hogy teológia, mint tudom én, nem, csak ez a jól ismerte minnyájukat. Igen, az is igaz, de azért mondom, hogy ő is kísérthető volt, azt mondja, mert szenvedési betegség ismerője. Hát persze megkísértetett mindenekben, nyilván nem lett volna kísérthető, akkor hogy kísérthető. Nagy volt a népszerűség írja. Tehát arra vonatkozik, hogyha mi abból indulunk ki, hogy most éppen borzasztó nagy a siker, és emiatt jönnek és mondják, hogy fű, meg ha, akkor szintén nagyon nagy bukta van, de ugyanígy az ellenkezője is, amikor éppen az van, hogy hát te utolsó senki vagy, aki a veszélyes eretnekek közé se tartozol már, mit tudom én, tehát mondanak ellenkező irányban igen. is dolgokat, és Jézus megkapta mind a kettőt, nem és azt mondta, hogy ő az ő identitásában nem, tehát nem engedte be abba, hogy ő mit gondol magáról, tehát ő az atyától függött, nem engedte be az emberektől jövő véleményeket, sem a pozitív, sem a negatív
véleményeket, nem ő rájuk bízta magát, hanem az ő bizalma abban volt, hogy az atyában volt, aki megtartja őt. És igaz, hogy kísérthető volt, mint hogy mindegyikünknek a legnagyobb kísértés az, hogy emberek jönnek a érzéseikkel, gondolataikkal, véleményükkel, és az embernek azért fontos, hogy mit mondanak, hogy viszonyulnak hozzá, mert ez érinti érzelmileg, lelkileg mindenhogy a bennünket. De itt ugye arra tanít ez a dolog, ebben legalábbis én így gondolom, hogy akkor, hogyha meg vagyunk gyökerezve abban, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy mivé tett minket Isten, azok vagyunk akkor is, amikor éppen a sárban fekszünk, mert valami rosszat csináltunk, vagy bűnt követtünk el, és akkor is azok vagyunk, amikor éppen a Szentlélek valami rettentő módon csodát cselekszik általunk, és a legjobban éppen helye húja, mert akkor az új teremtés megnyilvánul, és akkor úgy gondoljuk, hogy most már akkor minden tökéletes és frankó, és nem szabad, hogy ilyen módon a siker, vagy a kudarc, vagy az emberek véleménye határozzon meg bennünket. Hatással van ránk, de ez egy kísértés is, és ez igen. De a Reinhard Bonkét nem pár évvel ezelőtt egy műsorban láttam, kérdezték, hogy mit csinál azokkal a vádakkal, amikkel mindig támadják. Mindenkit támadnak, ugye, aki normálisan csinál valamit. Azt mondja, hogy az igazság, hogy én teljesen szabad vagyok az emberek dicséretétől, így a vágyaiktól is. Nem miattuk csinálom. És ez a Krisztussal együtt megfeszítettem, azt mondja Pál, most nehogy már az, azt mondja, nem, most tőletek ítéltessen meg az... Most. És ez nem egy könnyű dolog, de a legnagyobb szabadság, amikor az ember egy hullát nem lehet sértegetni se, dicsérni se. Tehát több idős emberektől hallottam, hogy azt mondja, észreveszem, ha meg akarnak sérteni, de én már meghaltam, nem sértődök meg. És ezt nem úgy mondta egy ilyen ájtatos izével, hanem tényleg látszott, hogy nem, egyszerűen nem. Eldöntöttem, hogy én megfeszítettem. Persze, jobban esik, ha megdicsérik az ember, de ugyanolyan veszély van benne, mint ha megszidják. Ugyanolyan. Nem egyszerű, de erre sok utalás van, hogy azért ez a kiinduló pontnak nem rossz. Egyébként nem közömbös talán az se, hogy ugye Jézus itt a csöpet sem szakrális eseményen a lagziban ugye bort csinált, és utána bement a szakrális helyre a templomba, és ott meg azért úgy rendesen oda vágott, és azt mondja, hogy te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Tehát, hogy az Isten szeretete ugyanazt a Jézust, hát azért ez is egy kemény belépő volt. Tehát a szakrális helyre úgy ment be, hogy rögtön borított ott mindent, meg szétverte, meg felborította, és azt mondta, hogy na ezt most azonnal itt abba adjuk, mert az én atyám háza az nem a kalmárságnak a háza, hanem az imádásra van kijelölve. Az imádságnak a háza. És akkor ugye rögtön azt mondták, hogy honnan veszed ez a bátorságot? Honnan van neked erre felhatalmazásod, hogy begyere ide, és átalakítsd az egészet? Mit képzelsz magadról? És azt mondja, micsoda jelt mutatsz, hogy ilyeneket teszed. Igen. Nem, jó, csinálhatod, de micsoda jelt, valamint mutass el. És annyira jól van önnek a jelenet, azt akarom mondani, hogy nem szoktam neked mondani ilyen szavakat, csak azt akarom mondani, hogy azt lássuk meg, hogy amikor az Úrral találkozunk először, öröm van. Tehát nem avval kezdi, hogy neked szükséged van megtisztulni. Hát látjuk itt, a János nem véletlenül írta le ezt a két sztorit egymás után történnek. Tehát egy öröm van az Úrral való találkozás, egy elfogadásra. És aztán az Úr munkál bennünk, megtisztítunk el. Nem avval, nem a mi súlyunk. Hát ezt örököltük. Olvasod az igét, hogy eljött a halál bűncsön. Tehát ez egy fontos dolog az, hogy legyünk meg ebbe a kánai mennyező örömébe, akkor is, amikor az Úr tisztít be bennünket. A János is beszél végig a szeretet apostolra beszél arról, azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bennünk bűn, akkor tévút a vezetőkunkat is, hogy hazugát eszik. De azt mondja, megvalljuk, akkor azt megbocsátja és megtisztít. Tehát a tisztulásra szüksége van az embernek, és nem akarok itt messze venni ebbe a témába, de az örömbe, a
abba az örömbe, mert a világosságban vagyunk, már azt mondja János első részében, hogy mi közösségünk van az Atyával és a Fiúval, és azért mondjuk nektek ezt, hogy nektek is közösségetek legyen. És hogy az örömötök teljes legyen. És az örömötök teljes legyen. És ebben az örömbe, tehát ebben az örömbe valahogy hogy meg is tisztít bennünket, de ez, amikor fogadjuk őt, ez nekünk, ez ami örömmel is szolgál. Tehát mi abban az esetben is, hogyha mondja az igaz, hogy semmi fenyítés nem tűnik kedvesnek, de az, ami jól létünkre szolgál. Ez tényleg érdekes, amit mondtál, ugye, hogy először jött azzal, hogy ki vagyok én, és mire számíthattok. Ez olyan, mint amikor, ezek így most jönnek, hogy olyan, mint amikor valakinek evangelizálsz. Elkezded megismerni, ő bemutatja magát, mint egy szerető Jézus, mert valakinek elmondod. És akkor utána ő téged elkezd megtisztítani, és lerontja azt, amelyik nem kompatibilis azzal, akiről beszélünk, és fölépít, és egy használható, Szent Szellem számára használható házat épít föl, amelyikkel kompatibilis lesz, és ugye ugye tele volt mindenféle gonoszsággal, pénzzel, pénzimádattal, váltással, és ott belül, hogyha ezzel van a világi dolgokkal van tele a szívünk, akkor nem vagyunk méltóak arra, hogy ővel a kapcsolatban legyünk, mert ugye a test az nem való semmire, és a test nem kompatibilis Istennel, nem tud kompatibilis lenni. És a templomok vagyunk, tehát... És Szent Szell, tehát nem kompatibilis vele. És onnan ő megfordít minket. Rájövünk igazából, hogy új felismerésre jövünk. És az már maga, tehát Jézus maga egy új felismerésre hoz minket, és ő maga kiűz belőlünk minden testiséget, hogy utána vezetve legyünk. Hogyha jó evangéliummal kezdünk, és, mert akkor ezt ő csinálja, és nem mi próbálkozunk. De be van rúgva a dolgozó először már a Szentlélektől úgy igen, rendesen. Így van. Megismerte az Isten így szeretetét úgy rendesen. Mint pünköskor, és utána kezdődik el a templomnak a tisztítása. Így van. Fogyasztói értékrendnek a felrúgása. Igen, igen, hogy kezdjünk el, és onnantól más perspektívából nézünk mindent. Hogy amikor Jézus bejön ami életünkbe, menyegzővel jön be, igen. De amikor bejön az életünkbe, és mi vagyunk az ő temploma, akkor nyugi, ő ezt meg fogja tisztítani. Nem. Így van. Ő ezt rendbe fogja tenni. És hogyha ez a test el is fog porladni, már a mi fizikai testünk, az harmadnapon föl fog támadni. Tehát lesz feltámadása. A mi testünk is. Mert hogy mi is az Istennek a templomai vagyunk. Ehhez jön ennek örültem az legelején. Mindig ezt mondtam, hogy nekem lusta embernek ez tökéletes volt. A munkát, amit én elkezdtem te benned, ott befejezem. Amen. Hogy mondtam. És ő csinálja. És hogy vagyunk rávehetők arra, hogy mégis valamit tegyünk ennek az irányába. És nem ezzel együtt. Hogy ez a gáz. Ennek az irányába. Tehát, hogy ezért, ami már megvan. Jó, hogy amikor erről együtt, rá, igen. Ráteszünk emberileg. Igen, arra, így behúzhatók vagyunk. Holott ő csinálja, az egész egy salom, az egész egy békességből való létezés kéne, hogy legyen. Nem könnyű. Nem könnyű nyugton maradni. Hát nem, hullák nem mozognak. Hullák nem mozognak. Egyre jobb. Hullahop. Gyere máskor is. Terjed a jó evangélium most már. Tényleg, hullák nem mozognak. Na de élek többé, nem én. Hát az is. De él bennem a Krisztus. Hát, igen. És az az élet, amit ebben a testben élek, benne élek még, tehát él még a hulla, mozog, azt Jézus Krisztusba vetett hitből élem. Tehát itt ez a truváj, hogy amikor mozog a hulla, az hitből teszi. De meghaltam a világnak, meghaltam Krisztussal együtt a világnak. Megfeszítettem. Hát, én nekem még sok út van előttem. Ezt szokta tenni, vagy elmenni. Én csak annyi. Így. Hogy... De... Ilyen csak jó. Igen.
Ez jó, jól fog értődni. Nem tudom, hogy mondani. Szóval, hogy ez egy ilyen titokzatos dolog, vagy egy paradoxon, hogy nem mi csináljuk, de mit csináljuk, de viszont vágyunk rá, és ezért próbálunk valamit tenni, de igazából nem tudunk semmit tenni. És rengeteg, rengeteg jó szívű hívő tesót látok, akik szeretik az Urat, és vágynak Istenre, és vágynak arra, hogy, hogy az Úr cselekedjen rajtuk keresztül, vagy hogy megismerjék az Urat, és próbálnak tenni ennek érdekében, de igazából pont az lassítja le őket, hogy próbálnak tenni annak érdekében valamit, illetve próbálnak tenni, amit a Gyula mondott, annak az irányába, amit igazából Jézus már megadott nekünk, és megszerzett nekünk. Amen. És ez nagyon sok mindenre igaz, de az Úr nekem ezt a jelenlétével kapcsolatban mondta, illetve a jelenlétének a megtapasztalásával vagy átélésével kapcsolatban, hogy azt mondta nekem az Úr, hogy minél jobban törekszem arra, hogy bekerüljek az ő jelenlétébe, annál inkább idézőjelben távolabb tolom őt magamtól. Ugyanis minél inkább törekszem arra, hogy bekerüljek az ő jelenlétébe, annál inkább tudatosodik az elmémben, hogy nem abban vagyok. Ezt nem tudom, hogy érthető, elmondom még egyszer. Igen, épp ez az, hogy mi az Úr jelenlétében vagyunk folyamatosan, befejezem. Törekedés szó. Hogy az Úr jelenlétében vagyunk folyamatosan, igen, erőlködés. És igazából nem arra van nekünk, nem arra van nekünk szükségünk, hogy megcsináljunk valamit, vagy hogy erőlködve belelépjünk valamibe, hanem arra van szükségünk, amit egyébként szintén Szent Szellem csinál, és nem mi csináljuk, nem tudjuk magunkból kierőltetni, hogy felismerjük a valóságot. Ugyanis az a helyzet, hogy mindannyian az Úr jelenlétében vagyunk. Számtalan... Nem tudsz kívül lenni. Azt mondja Pál apostol, hogy ő benne élünk, mozgunk, járunk és vagyunk. Vagy még azt is írja, hogy a Szent Szellem templomai vagyunk. Vagy Jézus azt mondja, hogy, hogy ugye én bennetek, ti én bennem, én az Atyában és az Atya én bennem. És ez egy teljesen teljes egyéválás, és nem tudunk tőle külön lenni. És minél inkább törekszünk arra, hogy úgymond közel kerüljünk Istenhez, annál inkább tudatosodik bennünk az, hogy nem ott vagyunk. Mert amerre megyek, és törekszem, hogy odaérjek, nem ott vagyok. De az a helyzet, hogy ott vagyok. És ez az, ami szükségünk van rá mindannyiunknak, hogy Szent Szem megnyissa a szemünket, és kijelentse azt, hogy célba értünk. A Zsidó 10:14 azt írja, hogy Jézus Krisztus egyszeri áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, és az a helyzet, hogy valóban célba értünk, örökre tökéletessé tett minket az ő áldozata. Amit ugye a Károli úgy fordít, hogy örökre tökéletessé tett bennünket, azt a Csia, ha jól emlékszem, úgy fordítja, hogy célba vitt minket, befejezetté tett bennünket. És igazából nem arról van szó, hogy törekszünk egy bizonyos állapot elérése érdekében, hogy mit tudom én történni. Mondjuk elmesélem az embereknek azokat a bizonyságokat vagy csodákat, amik történnek velem, és mivel szeretik Istent és jó szívük van, ezért elkezdenek törekedni mondjuk abba az irányba. De kell, hogy tudjuk, hogy mi a kiinduló pontunk. Hogy kiinduló pontunk az a teljes egyéválás Jézus Krisztussal, és ez a teljes egység. És sokat gondolkodtam arról, mert szoktam így az Úr tanít, hogy most akkor mit mondjak az embereknek, hogy mit mondjak, hogy mit csináljak, és mit csináljanak. És igazából az a helyzet, hogy csak annyit tudok mondani, hogy ezért nem tudunk semmit se tenni. Hogyha valamit tudunk, az, hogy élvezzük azt, hogy ő szeret bennünket, élvezzük az ő jelenlétét, és tudatosítjuk magunkban azt, hogy igen, ő ott van, ő szeret, ő velem van, és nem kell erőlködnöm, nem kell küzdködnöm, nem kell görcsölnöm, nem kell megfelelnem, hanem ő már ott van bennünk, és mi ő benne, és annál közelebb, mint amilyen közel vagyunk Istenhez, annál közelebb már nem kerülhetünk hozzá,
az a helyzet. És hogyha jó a kiinduló pont, akkor megnyilvánulnak, mondhatnám azt is, hogy megtermődik a gyümölcs, ugyanis a gyümölcsöt nem mi teremjük, és nem is tudjuk magunkból kipréselni. Sőt, azt mondom, minél inkább próbálkozunk azon, hogy kipréseljünk magunkból valami gyümölcsöt, annál kevésbé lesz látható. Ugyanis ez egy, a hit az egy bizalom, egy békesség, egy hátradőlés, amikor tudom, hogy Isten már megtette, értem és helyettem. És egyszerűen ami mondjuk látható akár emberek életében, hogy gyümölcsöt teremnek, az nem azért van, mert ők olyan szuper jól csinálnak mindent, meg ők a szuper keresztények, hanem egyszerűen hagyják azt, hogy az Atya rajtuk keresztül teremje a gyümölcsöt. És igazából ezért mondtam azt, hogy paradoxon, mert jó a szívünk, szeretjük az Urat, és ezért akarunk tenni Istenért, de minél inkább görcsölünk és erőlködünk neki, annál kevesebb a hozzáférése. Mert nem tud egyszerre kettő lenni, és megtanultam azt, hogy amikor mondjuk tegyük fel, elvisz valahova az Úr, és úgymond szolgálok, akkor is igazából én nem tudok semmit se tenni, hanem annyit teszek, hogy hátralépek, és rábízom magam az Atyára, hogy cselekedjen ő, tegyen ő. És ha megkér valamire, azt megteszem. De ezt nem tudjuk magunkból kierőltetni, kipréselni. És igazából nem maradt más, csak ennek a szeretett kapcsolatnak az élvezete és a megélése. És itt a kánai mennyegzőnél egyértelműen látszik, hogy ez egy öröm, ez egy élvezet, ez egy szeretett kapcsolat, ez egy boldog együttlét az Úrral, és az termi meg a gyümölcsöt. És például erre példa mondjuk akár a házasság is, vagy a szexuális együttlét, hogy nem erő, értitek, nem, nincs ott erőlködés. A szerelmes együttlétből megszületik valami új, ami annak a házaspárnak a gyümölcse tulajdonképpen, és az Úrnál is ugyanígy születnek meg a gyümölcsök. Hogy mi együtt vagyunk az Úrral, élvezzük a szeretet kapcsolatot, élvezzük az Úrnak a szeretetét és a kegyelmét, és abból születik valami új, amik az ő gyümölcsei, amiket ő megterem rajtunk keresztül. És ez egyszerűen elképesztő és csodálatos. És fontos az, hogy felszabaduljunk. És azt mondta az Úr, hogy meg kell gyökereznünk az erőlködésmentes kereszténységbe. És azt szoktam mondani, hogy ez a kereszténység vagy nagyon könnyű, vagy lehetetlen. És az a helyzet, hogy nem igazán van a kettő között. Vagy nagyon könnyű, vagy lehetetlen. Mert ha mi akarjuk csinálni, akkor lehetetlen. Viszont hogyha átengedjük magunkat, és engedjük, hogy ő csinálja, amire ő tanít meg bennünket, mert még el se tudjuk magunktól megtanulni, akkor meg nagyon könnyű. Ja. Amen. János 15-ben van a szőlőtő és a szőlővesző. Tehát ott is azt mondja, hogy semmit nem tehettek nélkülem. Azt mondja, hogyha én bennem maradtok, és én ti bennetek, akkor teremtek sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit nem tehettek. És a ma reggel, ahogy imádkoztam, úszás közben, egyszerűen az elkezdett így tombolni bennem, hogy örökösök vagyunk. Ugye a Galata levélben mondja, hogy ti mindannyian Isten fiai vagytok, a Jézus Krisztusban hitetek által, ha pedig, és nincs se görög, se zsidó, se semmi, hanem mindannyian Isten fiai vagytok, és azt mondja, ha Krisztuséi vagytok, akkor az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. És utána folytatja, hogy a szolga nem különböz, ameddig az örökös kiskorú, semmi nem különbözik a szolgától, pedig mindenek ura, hanem gyámok és gondviselők alatt van. És amíg mi kiskorúak vagyunk, addig alá vagyunk rendelve szolgaként a világ ellenének. És azt mondja, hogy de azért jött el az időnek a teljességével az Isten fia, kibocsájtotta Isten a fiát, hogy a törvény alatt levőket, a szolgákat megváltsa, és elnyerjük a fiúságot. És mint hogy pedig fiak vagytok, ezért kibocsájtotta Isten az ő fiának a szellemét a szívetekbe, aki azt kiabálja, hogy abba vagyis szerelmetes atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú,
ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. Most az, amit itt örökös, tehát elkezdtem örülni, meg ujjongani magamban, hát az örökös... Nem dolgozik rajta. Az nem, annak nincs dolga vele. Megtörtént az örökbehagyás, igen. Megvan az, örökbe van fogadva, és az örökséget ráhagyta, és az örökségnek a birtokosa. Tehát mi örökösök vagyunk. Olyan örökségünk egy valami van. Mi? Egy valami van, hogy ez ott marad talomba, hogyha nem fogadja el. És ennyi? Az a mi feladatunk, ugye elmondjuk, de... hogy mit van, és ezt csak fogadd el, igen, és ne igen. Segítsük az embereket abba az irányba, hogy azért dolgoznak. Nem kell már tenni érte semmit, hanem csak abban a hitben, és bizadalomban, és nyugalomban, és salomban lenni, hogy én Krisztusban, Istennek örököse vagyok. Igen. Az Ábrahám áldásából fogva mindennek az örököse vagyok. És azt mondja, hogy a te magod, mondja Ábrahámnak, még az Ószövetségben, örökség szerint bírja az ő ellenségeinek a kapuját. Hát nem azért, mert jók a képességei, nem azért, mert nagyon jól csinálja, nem azért, mert tehetséges, nem azért, mert megérdemli, hanem azért, mert az örökbe hagyónak az a rendelete, hogy te vagy az örökös, és ennek, ha hagyjuk, ha nem az erőlködéssel kifejezzük azt, hogy nem hisszük el, hogy erőlködésmentesek, mert ez a probléma az erőlködéssel. Hogy a hitetlenségünket fejezzük ki az erőlködésünkkel. Utána az emberek már azon erőlködnek, hogy ne erőlködjenek. Igen. És akkor elkezdődik az erőlködés azért, hogy ne erőlködjenek. Igen. De azt szeretném mondani, hogy gondolkodtam, hogy mi ez az örökség. És igazából két nagy örökséget látok, amit örököltünk. Mert nekem fontos, hogy értsem is. Tehát én nekem az kapaszkodó, hogy értsem. Igen. Az egyik örökség az, hogy Jézus nevében, Jézussal egyé válva, ő bennem, és én ő benne, és elvégzetten, bevégeztetetten, felültetve a mennybe, teljesen rendbe lett téve. Mindörökre megszentelte azokat, akiket külön választott. Tehát az, hogy én ővele egy vagyok, ez az egyik örökség. És ez azt jelenti, hogy ebben az örökségben benne van mindaz, amire Jézus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztet. Így van. De igazából benne van a bűnbocsánat, benne van az örök élet, benne van az Ábrahám áldása, a sebeiben megnyert gyógyulás, mert ő ezt örökség szerint nekünk adta. És a másik, tehát az a Jézus nevében, amikor én az ő, abban gondolkodom, hogy én ővel egy vagyok, és az ő nevében nyilvánulok meg, és az ő nevében élek, hogy mondja a Kolossai levél, hogy akármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent Jézus nevében, mindent abban a hitben tegyünk, hogy egyek vagyunk ővele. Azonosak, egyé váltunk ővele. És ez nem azt jelenti, hogy most már nagy pofánk lehet. Sőt, annál inkább. Hanem azt jelenti, hogy amiképpen ő kiüresítette magát, és szolgai formát vett fel, és engedelmes volt az atyának, egészen a keresztfának a halálig, az önfeláldozó szeretetre adtuk oda magunkat Istennek. Na most ez akkor nem az, hogy jövök a nagy karizmata, és akkor most mindenkire ráteszem a kezem, és akkor itt rakásra dőlnek, és gyógyulnak, és szabadulnak, és jövök. Hanem amit a Pál mondta, hogy dicsekedek az erőtlenségekkel. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Azt is jelenti. És a másik nagy örökségünk az meg Jézus vére. Jézus vére az, hogy van egy szellemi valóság, az, hogy ő az élete árán beleszeretett minket ebbe a szövetségbe. És erre a vérre, a szövetségnek a váltságdíjnak a vérére mindenkor hivatkozhatunk, gondolhatunk, imádkozhatunk, ez olyan pecsétje, olyan, tehát ennek alapján vagyunk örökbe fogadva. Amen. Tehát a vér miatt, a saját fiának a vére miatt, Isten örök, az élete miatt, élete árán kivásárolt minket a régiből. És átvitt minket az Isten szerelmetes fiának az országába. Kivásárolt minket a bűn és halál törvénye alól, és átvitt
A Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvény alól. Kivásárolt bennünket az őseinktől örökölt hiába való életből, és átvitt bennünket a Krisztusban való életbe. És erről ez a vér folyamatosan, és ugye mondja János, hogy hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A víz, a vér és a Szent Szellem. Amen. És az a három egy. De a dolog lényege, amit akartam mondani, az az, hogy örökösök vagyunk. Hogy nyugi Tomi. A nyugi Karcsi. Hogy nyugi. 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 Ő végzi a munkát. A seregek urának a buzgó szerelme műveli ezt. És tudjátok, miért nehéz ez? Nekem legalábbis azért nehéz, mert én szeretem csinálni a dolgokat. Én szeretek ott lenni és csinálni. És nagyon baj van az ige, hogy hiába építik a házat az építők. Az Úr nem építi a házat, igen. Hiába építenek az építők, hiába nektek korán felkelni, későn lefeküdni, szerelmesének álmában ad eleget. Lehetséges, hogy az történt, képzeld el, lehet, hogy tetszett fogunk. Lehetséges, hogy az történt, hogy amikor Jézus ott függött a kereszten, ugye ezt az Atya és a Fiú együtt találták ki, igen. Hogy mi meg leszünk ott várva, igen. Hogy ki leszünk vásárolva. Hogy meg fog halni, hogy ki fog folyni a vér, és az ember isteni, Isten családjával lesz bele vásárolva, váltva. És az Atya nézte, ahogy az emberek kínozzák, gyötrik, és azok az emberek, akikért éppen ott a megváltást végzi. És az Atya meg akar bocsájtani az embernek, és azért csinálta az egészet a Fiúval együtt, és az ördög meg ütötte, vágta, minden irányból bombázta a Fiút, hogy adja föl, hogy ne csinálja végig, hogy gyere le a keresztről, hogy mutasd meg, és majd hiszünk, és Jézus nem szólt semmit. És lehetséges ez az én gondolatom, hogy amikor ott ment ez a dolog, ez borzalmas lehetett az Atyának nézni, hogy a fiával ezt csinálják, akit magánál is jobban szeret. Hmm. És lehetséges, hogy az Atya vett egy nagy levegőt, hogy na akkor, most akkor. Igen. Én most ennek véget vetek, ezt ti nem csinálhatjátok az én fiammal. Fiú meg közben. És a fiú meg azt mondta, hogy atyám, ne! Mert ő egy volt az atyával, igen. És azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. És az Atya, igen, és lehet, hogy láttam az Atya, mire készült. Igen, lehet. És amikor a végén, amikor Jézus kivehelte a szellemét, és kezedbe teszem a lelkemet, akkor az Atya, ezt én is képzelem el, az Atya egy kifújta a levegőt, és mint amikor a falba üt valaki helyett, a feje felett, a mellé üt a falba, és a földrengés, meg a sziklák megrepettek, meg három óráig sötétség volt, és Kárpit meghasadt, és a nép mellét verve tért meg, mert az Atya egy kifújta a levegőt. Az, hogyha az Atya fölkelt volna, hogy na itt vége mindenek, elemeire bomlott volna az egész univerzum. Igen. A Fiújét. Igen. Igen. Nagyon szeretett. Nos, ez nagyon a szeretet, jó. Igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Köszönöm. Ez a szeretet, igen. De valamit a Lacit nagyon akart ezzel. Kifújt? A te békéthez még egy kicsit, mert úgy éreztem itt szellembe, hogy kicsit jöjjünk, nekem, meg jöjjünk erre vissza inkább a szeretet felé, meg a János felé, hogy ez a béké, hogy említette a Laci is, hogy igen, ez olyan ellenmondásosnak tűnik, hogy igazából tényleg abból mutatjuk meg, hogy úgy a szeretetünket, és az Atya felé az imádatunkat, a hitünket, hogyha merjük ráhagyni azt, amit amúgy is csak ő tud csinálni. Ez egy elég ellenmondásos dolog. Merjük ráhagyni azt, amit amúgy is csak ő tud megcsinálni. És mindjárt egy csomó mindent vissza fogsz venni. És ezt tanítja nekem is mostanában, és annyi, pont ma beszélgettem valakivel, hogy így lejött nekem, hogyha azelőtt már gondja volt rám, mielőtt hívővé váltam volna, akkor mennyire inkább jobban gondja van rám azután. És volt azért egy időszak, amíg úgy éreztem, nem is az, hogy úgy éreztem, hanem így lehet látni az átalakító munkáját az életünkön, de aztán eljött egy időszak, hogy olyan, mintha egy félelem lett volna, hogyha én nem egész nap csinálok valamit ő felé, akkor vajon, hogyha az utca sarkon majd valami dolgom lesz ő vele, valaki felé, akkor is az elég lesz-e? Hogy akkor is, hogy mennyit kell imádkozzak naphosszat, vagy akármi, vagy csinálni, és tudom, hogy ez nagyon terheli az eklézsiát. Igen.
hogy és... Jó formában legyünk. Igen, és sokszor megmondom, az jött ma, hogy ez megint olyan, hogy uram kegyelmez is, tehát tényleg jól értsük. Majdnem, hogy olyan, hogy azzal, ami a félelmünk és a félelemre való vélt hitbéli cselekedetek rengetegszer démonokat erősítenek meg. Nagyon bonyolultak mondtad, de még én is értettem. Tehát értjük? Tehát és akkor azt veszed észre, hogy hú, hát itt nagy a baj, akkor még többet kell. Hú, itt még nagyobb a baj, akkor még többet kell. És a végén bele fogsz keveredni, már az egész szomszédi kart, már mindenkit főhívsz, hogy besegítsenek, és a menny meg ott vár, hogy hello, hát te egyedül is túl sok vagy. Te egyedül is túl sok vagy ott, ahol vagy. Mert különben nem lett volna értelme Jézusnak az egy testből szétoszlania, hogy mindenhol ott lehessen testbe képviseletként. Ha mindig egymásért kell, amúgy persze egymásért is. De hát ő mégiscsak mindent mindenkinek odaadott, mert arról beszéltünk, hogy elég kemény, és de az a helyzet, innen kell induljunk, hogy mi a szerelmetes fiai vagyunk, ahogy ő kijelentette a fiúra, és én és az atya egyek vagyunk. Ezt a múltkor leírtam egy posztba, és így, mert amikor mondod, én te benned, ő én bennem, és mindent, amit én megcsináltam, azt nekik adom, és azt akarom, hogy abban a viszonyban legyenek, és mi, ha nem úgy gondolkozom, hogy ugyanabban a viszonyban vagyunk, akkor az egy ilyen, az nem egy igaz értés, és valahol egy álszentség is, és igen, ki kell merni mondani, ez nem azt jelenti, de mégis ki kell merni mondani, hogy helyesen induljunk el reggel, hogy én és az atya egy vagyok. Nem tudok más csinálni, és ez a minimum is, ez az a startvonal, amiről Laci is beszélt, hogy mi elindított minket a közös versenyen, mi nehogy már azon gond, ez igazából majdnem olyan, mint ez az igazi Isten káromlás, hogy azért próbálunk tenni, cselekedni, imádkozni, amiben bevitt a fiú, mert különben a fiú vére nem tud megdicsőülni, hogyha mi azért kepesztünk, amit csak ő tudott megtenni. Ami már megvan. Ami megvan. A kijelentés egyénileg jön ki. És ott voltam, és a keresztés az atya mutatta nekem, hogy itt vannak ezek a hiába való cselekedetek, vallásos cselekedetek. És ők még mindig azért próbálnak tenni, amiből te indulsz. És úgy bele vagy ide illesztve a keresztbe, azok ott mutatta a részt, hogy annyira oda vitt, hogy annyira itt vagy benne. És szinte átkozott minden lépés, amit ez irányba teszek, ami megvan, a kereszt felé. És minden, amit teszek azért, akkor olyan, mintha mindegyik lépésemmel eltolnám magamat, és aztán idő után már tényleg úgy is fogod magad érezni, holott az egy hazugság. A vallásos erőlködés miatt. Így van, és eltolom magamat, és egy idő után tényleg fogsz érezni távolságot, holott az is egy hazugság, mert itt vagy. És amikor beszélgetünk valakivel, ebből kell kiindulni. És az teljesen más, hogy a kereszt felé tenni, vagy a keresztből a keresztel ő vele. Teljesen más a kettő. Az egyik az egy szembemenése az igazságnak, és majdnem egy Isten káromlás az ő műve felé, a másik pedig az, amit ő szeretne, hogy felszabadultan ő vele menni, és ott lenni, és úgy lenyugtatott, mondom, én, ha még egy bőtöt azért teszek, hogy valami meglegyen, amin van, az ugyanez az eltolás. És elhittem akkor egy hazugságot. Ha még egy bármi cselekedet teszek, azért, hogy meglegyen az, amin van, ugyanannyival tolom el magamat az igazságtól, és hazugság fogja elvetni. Mert nem mint örökös mézben, hanem mint szolga. Itt nem egy befejezett, nem. És ez a kereszt az, ami startvonalunk. És az atya csak akkor tud megdicsülni, bármin is, és itt is az volt, hogyha ő lehet mindenben minden, én meg nem görcsök, nem erőködök. Ezt szerettem volna mondani, hogy mielőtt bárki károsztatva érezné magunkat is beleértve. Amiatt, hogy az ember olykor bekerül egy olyan helyzetbe, hogy úgy érzi, hogy távol van meg érzül van az ég felettem, és hol az Isten, és mit tudom én, és ha az Isten valóban ennyire szeret, akkor most ez miért van így? És olyankor nekünk egymás felé nem az a dolgunk, hogy elmondjuk, hogy te miért vagy hülye, nem. Hanem az a dolgunk, hogy egymás hite által felbuzdítsuk. Hogy megerősítsük abban az identitásban, hogy ő Isten fia, hogy örökös, hogy nyugi, hogy Isten veled van, hogy egy olyan szövetségbe kerültünk be, ami egy megbánhatatlan, egy vér által megkötött szövetség,
és hogy ebben megerősítsük, és itt van szerintem óriási szerepe. Tehát teljesen igazad van, hogy az erőlködés, a vallásos erőlködés, vagy annak a megszerzésére irányuló erőlködés, amit már Isten odaadott, az gyakorlatilag a félelmünket és a hitetlenségünket fejezi ki. Igen. De amikor egymásért közben járunk, és azért imádkozunk egymásért, hogy a Szentlélek jelentse ki az Istennek a szeretetét, igen, a valóságát. Vagy amikor az ember távol érzi magát, és elkezdi megemlékezni, elkezdi visszaemlékezni, elkezdi az igékkel is saját magát, ágyad én lelkem az Urat, és ne felejtkezz el semmi jó téteményéről. És elkezdi felgerjeszteni a már benne levő ajándékot. Ezek nagyon-nagyon jó dolgok, és nagyon keskeny tehát nagyon kicsi a különbség a cselekedet szintjén a között, hogy valaki az Isten igéjét mondjuk azért vallja meg, mert abba hiszi, hogyha minél sok többször megmondom, meggyógyultam Jézus sebeiben, akkor majd az Istent rábírom a megvallásommal abba, hogy majd úgy is csináljon, hogy végre meg van írva, mert igen. Vagy pedig az, hogy megemlékezem arról, hogy örökség szerint az enyém az, ami elvégeztetett. És ezért hálát adok és dicsérem az Urat. És emlékeztetem magamat is erre. Tehát ez igazából pici a különbség, tényleg valóban lényegi. Mert az egyik az egy szeretetből való, hálaadásból való közösségnek a megélése az Istennel, a másik pedig egy görcsös erőlködés azért, hogy Isten legyél már végre jó, Isten legyél már végre könyörülő, Isten tényleg tedd meg, amit megígértél, Isten te egy izé vagy, nem tudjuk, hogy mi lesz ebből már. Tehát a bizalmatlanságot és a hitetlenséget is ki tudja ugyanaz a dolog fejezni. De erre nincsen igazából recept, szerintem abban csak a Szentlélek tudja ezt létrehozni, ezt a meggyőződést arról, hogy Isten valóban szeret bennünket. És hogy valóban örökösök vagyunk és fiak vagyunk. És hogy egy kánai menyegzőbe vagyunk hivatalosak, és közben Isten megtisztítja a templomot az összes oda nem valóktól. És feltámadunk kővel együtt. Talán amire figyelünk, amit szoktunk mondani, legalábbis Gyulát tudom, hogy szoktam mondani, hogy ugye Kolosse 3:1-ben van, hogy meghaltatok, és hogy ne a földi dolgokon gondolkodjatok, hanem a mennyei dolgokon, az odafennvalókon gondolkodjatok. És igazából ez talán egy része is annak, hogy mondja, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki az élet, hogy törekszem arra, hogy a mennyei dolgokon gondolkodjak folyamatosan, és ne a földi dolgokon. És hogyha még valami földi dolgot csinálok, akkor is törekszem arra, hogy a figyelmem, a gondolataim, azok Istenen legyenek. És amúgy ez csodálatos, és nagyon jó velem megélni. Hiszem azt, hogy az ember arra lett teremtve, hogy az élet minden egyes pillanatát és minden egyes másodpercét megossza Istennel. Hiszem, hogy az ember arra lett teremtve, hogy minden gondolatunkat megosztjuk Istennel, minden pillanatot, és ez egy csodálatos, ez az együtt járás az Úrral. Laci testvér, te el vagy itt jól? Én nagyon jól el vagyok. Nem igyekeztem bemenni a nyugodalom. De már teljesen jól vagyok. Tomi is már bementett a nyugodalomban a kameramon. Figyeljetek, akkor legyen ez a zárszó, idáig jutottunk most hirtelen a kánai mennyegzőtől, úgyhogy nagyon nagy szeretettel búcsút veszünk, aztán majd folytatjuk, vagy a jövő héten, vagy utána, de előbb-utóbb folytatjuk, úgyhogy az Úr áldjon titeket, minket is.